Sziasztok, Klesi Zsomac! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és igazából egy nagyon-nagyon érdekes koncepcióról szeretnék veletek beszélni, ami nem más mégpedig, mint a TH8.5. És mi értelme is van, mi ez, mikor csináljuk, stb. Szóval, először is, hogy mi értelme van és hogy hogyan csináljuk. Igazából a TH8.5-nek az értelme az, hogy úgy lépünk Town Hall 9-re, hogy az izbókat egyáltalán nem rakjuk le. Itt ezen a karakter le van rakva, itt van a sarokban. Viszont miért nem rakjuk le? Hát miért nem rakjuk le? Hát ez megvéd minket. Úristen. Szóval, lényeg az, hogy hogy nem rakjuk le az izbókat. Ami azért jó nekünk, ugyanis főleg a legutolsó update óta az XBO, vagy más néven szemszeri súlyban, tehát war súlyban, ami, tehát minden épület számít a war súlyba valamennyit, és az XBO számít magasan a legtöbbet, és ezt nem rakjuk le, akkor egyrészt jóval gyengébb ellenfelet fogunk kapni, aki lehet, hogy le fog minket három csillagozni. Viszont nekünk két támadásunk van, tehát mi őt is le tudjuk három csillagozni, meg egy másik embert is le tudunk három csillagozni, ha ügyesek vagyunk. És éppen ennek a koncepciónak a lényege, hogy a védekezést nem fejlesszük, tehát nagyon-nagyon fontos a TH8.5-nél, hogy kész a TH9, lerakjuk az új épületeket, az X-bogokat leszámítva, és az összes defense-et felhúzzuk TH8-a szintre. Lerakjuk az új trappeket, minden, felhúzzuk 6-os Tesla, 10-es Archer Tower, 10-es Canon, 6-os Mortar, 6-os Wizard Tower, stb. Szóval felhúzzatok TH8-a szintre, a Quint lerakjátok, labort elindítjátok, Army Camp-eket fejlesztitek, és igazából a Goldból és Elixirből javarészt csak falak. Falak. Valamint Dark Elixirből hősök, viszont mellette még pedig egyből mehet a Hog 5-ösre, Golem 4-esre, Walker 4-esre, Raid Spell, Heal Spell Maxra, szóval Balloon Maxra, Levehound Maxra, úgyhogy ezek azok a dolgok, amik igazából a TH8.5-nél fontosak, és tényleg ne fejlesszük a defense-ünket. Lehet, hogy könnyebb lesz minket lerombolni, viszont mi sokkal erősebb meg tudunk támadni. És hogy itt jön szóba az, hogy kinek is ajánlom ezt. Szóval, igazániból ezt a stratégiát azoknak ajánlom, akik TH8-an nagyon-nagyon magabiztosan három csillagoztak, és úgy gondolják, hogy ez TH9-en is működhet. Viszont, hogyha esetleg nem válik be, mert erős ellenfelet kapsz, nem fogja, nem jön össze TH9-en, csak fogod, lerakod az X-bogokat, és normális TH9 leszel. Ennyi. Főleg amúgy az utolsó update után működik ez a koncepció jobban, ugyanis ott változtattak az épületek súlyán. Viszont a bázison például láthatjátok, hogy a Dark Elixir ez nagyon-nagyon szépen középen van, viszont a többi nyersanyag annyira nem. Ugyanis hát, hogyha falazunk, akkor bizony nincsen sok elixir és gold nálunk, szóval nem is nagyon fognak azért megtámadni, maximum a Dark Elixirért, ami ugye itt a bázis közepén található meg. Ez egyféle farmbázis, majd fogok még egyet mutatni. És igazából nagyjából ennyi a TH8.5 lényege. Sokáig van, hogy Town, tehát az elején még Town Hall 8-akat fogsz kapni általában, hogy ezt a stratégiát alkalmazod. Utána viszont, amikor már leraktad az összes cuccot, felfejleszed a TH8-as szintre, TH9-et fogsz kapni, viszont gyengébbet nálad, ugyanis neki van X-bója, ő a támadást fejlesztette, ő a védekező egységeket fejlesztette, te pedig csak és kizárólag a támadásra mész rá. Katonák, spellek, hősök, falak. Ő az nem támadás, de az lehet húzni a falakat, azért annyira sokat nem számítanak tényleg. Szóval igazából itt a lényeg az, hogy tényleg 100%-ban a támadásra megyünk rá, és hogy minél többet és jobbat és erősebbet tudjunk támadni. Szóval igazából ez a koncepció lényege, hogyha TH8.5 vagy most támadásokat nem fog tudni mutatni, mert tulajdonképpen fölösleges, ugyanis Town Hall 9 vagy, és Town Hall 9-eket támad, csak hát pont nincs X-bowod. Szóval nagyjából ez a koncepció lényege, és tényleg csak akkor vállaljátok be, hogyha tudtok három csillagot, tehát Clan Warban anti-3-as bázis kell mindenféleképpen,
antikettesnek nincs értelme, szóval ezt azoknak ajánlom, akik tényleg távol nyolcan magabiztosan három csillagoztak, valamint egy kis ideig érdemes nem rakni az Xbox-okat, igazából ameddig tudod, ne rakd le, és mint már említettem a mit fejlesztünk a videóba, ha lerakod, akkor is a Defense-ek maxolása után fejleszed csak hármasra, tehát addig végig az a jó, ha egyes. Tudom, hogy nagyon sokan ezt fejlesztik, először azt hiszik, hogy hú, nagyon jó, sokat véd, stb. Stb. Sokat véd, nagyon jó, de mégsem éri meg igazából Clan War szempontjából. Ez természetesen olyan embereknek van, akik Clan War centrikusak, és egy olyan klánban vannak, ahol a Clan War fontos, szóval ilyen fölösleges klánokban, ahol nem fontos a Clan War, fölösleges tényleg ezt a stratégiát alkalmazni. Szóval, mint az előbb említettem, TH9-re lépéskor érdemes egy picit nem lerakni egyből az Xbox-okat, hanem előbb tényleg azokat az épületeket fejleszteni, és kipróbálni a 8.5-öt, hogy milyen ez, és tényleg, mint említettem, hogyha nem működik, akkor simán le lehet rakni a számszeréjeket. És van erről egy nagyon-nagyon régi videóm, ami nagyjából fél órás lett, ez nem tudom még mennyi lesz őszintén, ott farmoltam és parcsos támadásokat is mutattam, stb. Stb. Ja igen, és közben, hogyha nincs elég Dark Elixir-tek katonák fejlesztésére, akkor fejlesztitek a parcsot. Szóval azt a videót megpróbálom belinkelni a leírásba. Remélhetően nem felejtem el. Nos, igazániból akkor nézzük is meg ezt a farmbázist, amit itt jelenleg használok. Igazániból csak azért, hogy bemutassam nektek, hogy hogyan működik ez a 8.5 stratégia. Szóval, középen van ugye a CC hősök, valamint a két sweeper. Ha hősöket fejleszel, akkor ki tudod cserélni mondjuk egy Archer Tavern-rel, mert igazából itt az a lényeg, hogy a hősöket húzzuk fel nagyon, valamint ugye a támadó egységeket, ez is ebbe beletartozik a hős. Szóval a Dark Elixir szépen középen, ugye lentről 4 Tesla van megvédve, az ember azt hinne, hogy ott vannak a Teslák, de nem, mert itt vannak. Valamint itt lent ugye Wizard, egy darab Wizard Tavern, ugye 4 sarokba, mortárok, érdefenzek, itt viszonylag a szélén, normálisan elrakva a springtrappek választják el. Itt ilyen két ilyen négyes rész, Dark Drill, valamint itt van a többi épület. Mint már említettem, a storage-ok nincsenek annyira bent, viszont jól szét vannak szorva, tehát az összeset elhozni biztos nem lehet. Viszont hogyha falat fejlesztesz, ugye az maximum 3-3 millió, és építőd valószínűleg mindig lesz. Szóval mindig lesz építőd a hősök mellett, valamint ugye a TL8-as defense-ek felhúzásával, és ne aggódjatok, hogy hátrányba kerültök azáltal, hogy nem fejlesztitek a védekezettségeiteket, ugyanis a falakhoz és a hősökhöz képest a defense-ek nevetségesen kevés idő betelnek, és nevetségesen kevés nyersanyagba. Szóval ne aggódjatok. A trappeket is húzzátok fel TL8-as szintre, szóval például a Giant Bomb nagyon fontos, valamint az Airmine-ok. Azokat talán lehet is fejleszteni kettesre, igen, mert az, hát mondjuk annyira nem, tehát hogy azt inkább ne, azt is majd utána. Szóval igazániból ennyit az első bázisról, a második bázis már kicsit Dark védősebb, szerintem ismerős lesz nektek, az egyik TL9 farm bázis, amit átalakítva 8.5-re. Szóval láthatjátok, ugye ez itt már kicsit beljebb vannak a sztorcsok, és jobban szét van szobra, ha valaki esetleg a másik nem tetszett volna neki az a bázis, akkor ezt nyugodtan használhatja. Itt is azért Dark Elixir CC elég szépen középen van, itt 4 storage is középen foglal le, és igazániból itt ez annyiból áll, hogy az Xbox-ok ki lettek cserélve Archer Tower-okra, és az Archer Tower-ok helyére pedig bekerültek Goldmine-ok, valamint itt egy Spell Factory. Valamint itt Archer Tower nem lett berakva valahova, szóval igazániból ez az a bázis átalakítva, mint láthatjuk itt a két Xbox. Hát igazából nem tudok sok minden mondani őszintén, szóval a bázis, hogy másoljátok le, használjátok, írjátok le, hogy hogyan válik be kommentekben, mert érdekel, segítsetek a többieknek, hogy hogy hogyan támadtatok, miként támadtatok, hogyan támadtak meg titeket, melyik farmbázis válik be nektek, mit fejlesztetek először, stb. Stb. Illetve hát azt fejlesztetek először, amit én mondom, de hogy tényleg nyugodtan kommentelgessétek a tippjeiteket TL8.5-tel kapcsolatban a komment szekcióba, hogy igazából segítsetek a többieknek. Na nézzük csak a Warbase editor, nézzük csak a két Warbase-t, amit hoztam nektek. Ez is igazániból egy TH9-es bázis, TH8.5-re átalakítva Zalán által. Zalán, ezúttal is köszönöm neked a bázist. Zalán egy nagyon jó bázis építő igazániból, és ez egy Clash Heads-es bázis átalakítva 8.5-re.
Tehát egy dupla jumbom található benne, két darab Tesla között, plusz még itt egy Archer Tower, szóval ez nagyon-nagyon sunyi. Valamint ugye négy Archer Tower ezen az oldalt található, míg a sweeper, még a Queen a másikon, amit ugye eléggé fontos leszedni a légi támadásokhoz. Ugye itt ebben a részben ez a kis kocka, vagy kocka, négyzet meg kérdés, szóval ez a kis négyzet arra van, hogy megvédje a Queen-t. És igazából az MVM-be ezt a bázis 8-an támadták meg, és végül egy hát 10 verte be 3 csillagra, szóval azért ez mond valamit. Őszintén szóval, itt vannak az X-Bow-ok lent. Hát nem vagyok egy nagy anti-ármas bázis szakértő, de ezt a bázis TL9-es variációt én is elég sokáig használtam, szóval ezt a bázis tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Próbáltam meg pontosan építeni, mert én valahol amikor először építettem, akkor valahol elvesztem egy fallal, és nem jött ki, és nagyon ideges voltam. Valamint a spring trappek elhelyezkedésére, giant bombok, airmine-oknak a pozícionálására is tényleg nagyon figyeljetek. Semmi nem véletlenül van úgy, ahogy van, tehát nem véletlenül van kint ez az airmine, és nem itt bent van, hanem hogy megfogja például a tisztító minionokat. Ezek a mine bombák sem véletlenül vannak itt, hogy berobbantsák a wallbreakereket, hogy ne tudjanak berobbantani a falat. Tehát mindennek oka van, a springtrappek is nagyon-nagyon jó helyen helyezkednek el. Nem mondom, hogy lehetetlen beverni, egy ügyes TH9 simán beveri, nagyon azért nem annyira simán, de beveri. Szóval, igazából nagyjából ennyit a bázisról, és akkor következzen az utolsó bázis, ez, ami szintén egy anti-ármas bázis, mint említettem, TH8.5-ön fölösleges lenne TH2-es, anti-2-es bázis használni. Szóval itt is ez egy hasonló koncepció, csak kicsit más kivitelezés, tehát itt is a 4 darab Archer Tower messze található a Queen-től, valamint itt is található egy dupla giant bomb, egy Tesla és egy Air Defense között. Itt is azért jó, mert itt a legközelebbi defense, és Mortarról biztos a sweeperre mennek, a sweeperre pedig erre is szinte lehetetlen kikerülni ezt a dupla giant bombot. Itt is dupla airbomb, dupla darab, tehát hogy dupla seeking airmine, ezt csak sikerült megfejtenem. Valamint ugye két singly giant bomb, itt is a Queen-es rész arra van, hogy megvédje a Queen-t. Itt azért ez a két Tesla, Canon, Archer távolok, itt azért komoly dolgokat kell csinálni, hogy bejuthassunk a Queen-ig. Megint a Townhall egy fallal elválasztva, igazándiból storage-ok is nem véletlenül vannak ott. Igen, itt nem kell az elixir, nem kell a dark elixir, nem kell a gold, viszont a storage-ok azért helyezkednek el általában ilyen jó helyen a bázisokba, mert bizony 2000 élete van egy storage-nak, tehát tud tankolni, mint épület, tehát sebzés felfogni, például a Kill Squad-nál, vagy például a Queen Walk-nál. És megint itt van az alján a két darab X-Bow. És úgy nagyjából ennyit a bázisról, a centralizált Khan kastély az nagyon-nagyon fontos, lehetetlen kicsalni, szóval legalább két épületet le kell szedni mindenféleképpen, hogy ki tudja csalni a Khan kastélyt, hát az, és arra az már nem sok értelme van. Szóval igazából ennyit erről a bázisról, és ennyit a TH8.5-ről, mert igazából a többi része, tehát a farmolás, a támadás, az mind TH9-hez tartozik. Szóval itt csak igazából a bázisokat mutattam nektek, hogy mit, hogyan érdemes a bázisokkal csinálni, meg mit fejlesztetek, mert azért egy picit másképpen kell, ugyanis tényleg nem szabad fejleszteni a defense-eket hamar. Úgyhogy igazából, hogyha már nagyon-nagyon nincs építőtök, akkor húzzátok például a kollektorokat, húzzátok az Dark Spell Factory-t, húzzátok a Dark Barakkot, normál barakkot. Ugye Army Camp-et fontos, mint az elején már említettem. És ha úgy gondoljátok, hogy készenetek a TL9-re, akkor kezdjétek el fejleszteni a defense-eket. Rakjátok le az X-Bow-ot, egyes szinten hagyjátok, és fejlesztitek az összes defense-et. Talán amit lehet még fejleszteni, az a Tesla 7-esre, ugyanis azt ugye az enemy nem látja, és akkor hoppá, előjön egy 7-es Tesla. Nos, köszönjük, igazániból ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy felvilágosítottalak titeket a TL8.5 stratégiával kapcsolatban. Köszönöm szépen, megnéztétek a videót, én ennyi lettem volna most, sziasztok!